Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Trianon sorozatunk újabb epizódját látják. És nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnökét, és az országos, most már országos Trianon társaságnak is tiszteletbeli elnökét. Rövid a kérdésem, Miklós. Mit jelent ma Trianon? Hát erről hosszan lehet beszélni, és Mielőtt elmondanám, talán a két szervezetről kéne szólt ha már a tisztségemnél fogva mutatott be a házigazda. Hát mindkét szervezetnek a létértelme a Trianon elleni harchoz fűződik, abból táplálkozik. A Magyarok Világszövetsége ennek a jegyében jött létre több mint 8 évtizeddel ezelőtt, 84 évvel ezelőtt, amikor a magyar nemzet hirtelen abban a helyzetben találta magát, hogy képviselet nélkül maradt a népek porondján, hiszen sem a megcsonkított Magyarország, még kevésbé az elcsatolt részek, nem képviselhették az egyetemes magyar nemzetet. És akkor eleink 1929-ben összehívták a Magyarok első világkongresszusát, azzal a szándékkal, hogy a Magyarok világkongresszusa legyen az egyetemes magyar nemzet képviselője és megjelenítője. Persze el kellett telnie tíz évnek, ameddig 1938-ban a második világkongresszus összeült, a magyarok második világkongresszusa, az akkor az eukarisztikus világkongresszus keretében zajlott ez a második világkongresszus, és akkor rájöttek arra, ami nyilvánvaló volt, hogy nem elég egy ilyen világkongresszusnak 5-10 évenként összeülni, hiszen a magyarságot érő kihívások mindennapos válaszokat kérnek. És ezért a Magyarok Világkongresszusának állandó ügyűvő testületeként 38. augusztus 18-án életre hívták a Magyarok Világszövetségét. Aztán ennek az életében a világháborút követő kommunista évtizedekben egy sötétebb korszak zajlott, amikor is a pártállam fogságába esett az amúgy független társadalmi szerveződésként működő Magyarok Világszövetsége, de 92-ben 54 év szünet után sikerült összehívni a Magyarok harmadik világkongresszusát, és azóta négy évenként zajlik a világkongresszus, és ez szabja meg a Magyarok Világszövetségének útját. Hogy milyen mértékben jelent ez Trionon Trianon elleni harcot, erről még ma beszélhetünk, és beszélni is fogunk. Az Országos Trianon Társaság az bő négy évtizeddel később születik meg, eredetileg Trianon Társaság névvel, de természetesen országos jelleggel, de ugye a magyarságra jellemző osztódási folyamat ezt a szervezetet sem kerülte el, úgyhogy itt-ott kiszakadt belőle egy-két Trianon szerveződés, és ekkor szükségessé vált az, hogy a, megnevezze magát a Trianon Társaság, mint országos szervezet, úgyhogy az utolsó közgyűlés óta, én már hivatalosan is ez a neve. Most, ha a két szervezet viszonyát Trianonhoz összevetjük, akkor nyilvánvalóan, hogy közös a harc, és úgy kell felfogni a Magyarok Világszövetségét, amelyiknek mind a tagsága, mind a múltja átfogóbb, tevékenysége szerte ágazóbb. Ennek a Trianon elleni harcnak az ászlós hajója, a Trianon társaság, az országos Trianon társaság viszont a Láncsa hegye. Tehát, ha élesen fel kell vetni, és azonnali jelleggel fel kell vetni Trianon bármelyik vetületét, vagy ahhoz való viszonyulást, akkor a Trianon társaság ezt célzottan megteheti, és meg is teszi. A Magyarok Világszövetsége nyilván nehezebben lódul be, döntéshozatala is bonyolultabb, csak egy elnökségi határozat megszületéséhez, meghozatalához, ha csak nincs eppenséggel jó előre, hónapokkal előre összehívott elnökségi ülés, akkor egy ilyen elnökségi határozat meghatalat körülbelül két hétbe telik, tehát nyilvánvalóan nem gyors reagálású hadtest a Magyarok Világszövetsége. Nos, ehhez a közös munkához jó körülményt ad az, hogy a Trianon társaság, amióta kisdénes vezetésével első elnöke, ugye kisdénes költő volt, a magyar nyelv nagy szerelmese és értelmezője, és tudora, azóta a Trianon társaság a Magyarok Világszövetségének székházában ténykedik, tehát ez a közelség is alkalmas arra, alkalmat ad arra, hogy a kapcsolataink sűrűk legyenek, és valahányszor szükséges egyeztessünk. De ezen túlmenően ugye említésre került a trionon társaságban viselt tisztségem, hát engem ezelőtt három-négy évvel a közgyűlés a Trianon társaság tiszteletbeli elnökévé választott, Drábi János barátunk, aki azóta a trialan társaság elnöke, ő viszont már régebb óta a Magyarok Világszövetségének küldött, sőt, legalább tíz éve már a Stratégiai Bizottságunknak is az elnöke. Tehát így a közös gondolkodás, a közös döntéshozatal, ez mind-mind alkalmat ad arra, hogy ne egymás ellen, ne egymással párhuzamosan, hanem közös erővel vegyük fel ezt a harcot, amelyik végső a magyar nemzetünk élet-halál harca. Ennek a legjobb példája az volt, ahogyan 2017-től tulajdonképpen tavaly december 5-ig a nemzeti konzultációt Trianonról lefolytattuk hiszen kíváncsiak voltunk, hogy száz év múltán a magyar nemzet különösképpen annak a csonka hazában élő része, hogyan látja a Trianon kérdését, hogyan viszonyul Trianonhoz. Feltett célunk volt a, a ma élő nemzedéknek az érzékenyítése, hiszen azt tapasztaljuk, hogy természetesen az elcsatolt területeken ott sajgó élő, mindennapos valóságként éli meg minden magyar trianont, de a Kárpát-Medencén kívüli térségben, a magyar világszorványban is a trianon kérdését minden külhoni magyar közösség sokkal elevenebben éli meg, mint itthon a csonka hazában, különösképpen a kommunizmus. 40 évig, 45 évig tartó agymosása után, de elmondhatjuk én már 30 év távlatából, hogy ez a 30 esztendő sem jeleskedett abban, hogy a ma élő magyar nemzedék tudatában a helyére tegyet Rianant. Bizony. Hát tulajdonképpen égető szükségét érezzük, és ez azt hiszem, ez a száz évnek, a századik évnek és a századik évfordulóhoz kapcsolódó Közös harcunknak a Magyarok Világszövetsége és a Trianon Társaság közös harcának a legfontosabb tanulsága, hogy meg kell adnunk Trianon meghatározását. Hiszen Trianonról mindenféle szólam megfogalmazás kering egészen végletesen hát ugye alapvetően a Magyar Nemzet Kárpát, legújabb kori Kárpát történetének, amelyik mondjuk úgy, hogy Árpádik bejövetelével, Árpád nagyfejedelem bejöveteli, magyarjainak a bejövetelével kezdődik. Tehát ennek az 1200. évfordulója felé haladó történetnek a legfájdalmasabb és legtrogikusabb Csapása, amelyet a magyar nemzet elszenvedett, messze túlnövi súlyos súlyosságában a Mohácsi tragédiát, és el egészen odáig, hogy ö, a mai magyar kormányzati szándék szerint, amit országgyűlés, az országgyűlés törvénybe is foglalt, ez ö, nem holmi gyásznap, nem holmi tragédia, hanem a magyar nemzet összetartozásának a napja, ami akár ünneplésre is okot adhat. Igen. És szinte kétségbejtő az, ahogyan ez alatt a 12 év alatt, ami 2010 óta eltelt, amikor is 2010, azt hiszem június 4-én, a Trianon 90. évfordulóján fogadta el az országgyűlés ezt a törvényt, amelyik Trianon napját a nemzet összetartozásának Igen. napjává nyilvánítja. Hát azóta eljutott a magyar társadalom oda, hogyha mostanában itt a Csonka hazában elmegyünk egy településre, ahol egyáltalán készülődnek június 4-ére, hogy június 4-én történjék valami, akkor egyre gyakrabban a trianoni ünnepségről beszélnek, ami olyan végzetes alakot is ölthet, mint a 101. évfordulón sátorralja helyen, azon a sátorralja helyen, ahol egy egy ö, ö, trianon ö, kálvária, kálvária ö, ö, építészetileg, é, tájépítészettel is megörökíti ö, trianon fájdalmát, hogy ebben a városban ö, 2021. június 4-én tüzi játékot szerveztek trianon napján, méghozzá a magyar kormányt vezető miniszternek, Gulyás Gergelynek a jelenlétében, Kárpát-medencében összesereglett magyar fiatalok százainak. Tehát látnunk kell, hogy addig, ameddig a magyar nemzet tudatában nem kerül a helyére Trianon a valós mi voltában, addig nincs esély arra, hogy ezt a tragédiát le tudjuk gyűrni, és hogy új életre kapjon a magyarság, mert az a hamis elképzelés, hogy hát felejtsük el, történt, ami történt, de mi azért összetartozunk, boruljunk egymás nyakába, hívjuk ki közösen a jövőt, vagy nézzünk közösen a jövő kihívásaival szembe. Ezek ingoványos talajra épített építmények, homokra épített építmények, amelyek úgy, úgy futnak szét az építmények alatt, mint a lábunk alatt a tengerpart homokja. És nem alkalmasak arra, hogy a magyarságnak hosszú távú jövőt szavatoljanak itt a Kárpát medencében. Nos, tehát ebből következik az is, hogy körülbelül kirajzolódik, hogy mi is a teendő, vagy milyen a lehetséges cselekvési pásztmák kirajzolódnak. Említenék is ezek közül néhányat, nyilván hát a Triano film megalkotójával nyitott kapukat döngetek minden, minden ügygel és minden felvetésemmel, de azért mielőtt erre rátérnék, azért elismételném, tehát, hogy mi is Trianon, hiszen készített a két szervezet, a Magyarok Világszövetsége és a Trianon, az Országos Trianon Társaság, akkor még Trianon Társaság nevet viselte, 2020-ban, június 4-ére, trianon századik évfordulójára egy emlékiratot, amit díszes nagy kötetbe foglaltunk a magyar kormány számára. És ezt a dokumentumot, ezt mindkét szervezetnek az elnöksége egymástól függetlenül jóvá hagyta, tehát igenis ez a két testületnek a közös állásfoglalása, és ebben az emlékiratban megvan Trianon meghatározása röviden is, és hosszabban is. Hát a rövid megfogalmazása az arról szól, hogy Trianon az egy olyan ma is folytatódó, napjainkban is folytatódó nemzetgyilkossági kísérlet, amelyiket az első világháborúban győztes hatalmak 1920. június 4-én foglaltak államközi szerződésbe Versailles mellett, a nagy, versailles a Nagy Trianon palotában. Tehát egy ma is zajló nemzetgyilkossági kísérlet. Nem baleset, nem a háború elvesztése okozta, nem véletlenül alakult így, hanem egy tudatosan előkészített nemzetgyilkossági kísérlet, amelyik napjainkban is zajlik. És ha bővebben akarunk erről, mert megvan a bővebb meghatározása is, amit nem szó szerint idézek, de ami lényegében ugyanezt elismétli, hogy egy olyan nemzetgyilkossági kísérlet, amelyet június 4-én foglaltak államközi szerződésbe Versailles-ban, de amelyiket az első világháború harcainak véget vető áduai fegyverszünetet fegyverszünet. követően, amikor még egyetlen idegen katona nem volt a magyar királyság területén, tehát ezt követően egy hadüzenet nélküli háborúval abban számos népírtást jellegű tömeggyilkossággal, a magyar miniszterelnök meggyilkolásával, tudatos és célzott meggyilkolásával, Tisza István miniszterelnöknek az 1918. október 31-én bekövetkezett meggyilkolásával, és egyéb hasonló praktikákkal követtek el. Egy olyan nemzetgyilkossági kísérlet, amelyiknek eredményeképpen ma 40 millió magyar helyet mindössze 15 millió, alig 15 millió, alig 15 millió, kevesebb, mint 15 millió él a világon. Hiszen ha nincs Trianon, akkor ma a Magyar Királyság Európa közepén egy 60 milliós ország, amelyikben 40 millió etnikai magyar, és olyan meghatározó szerepe van Európában, mint Franciaországnak, Németországnak, vagy Angliának. És ime mi lett Trianonból. Ezért tehát igenis eként kell felfogni, és ebben a tudatban kell Trianonhoz viszonyulni. Sajnos meg kellett tapasztalnunk, pontosan a századik évforduló kapcsán, hogy annyira szélsőséges, akár magyar ellenesnek is nevezhető, vagy végtelenül ostobának nevezhető nézetek is keringenek, sőt hivatalos helyen is elhangzanak, mint, pedig, mint például ez 2020 elején, amikor a Magyar Tudományos Akadémiának egyik tagja, egyik tagja, kijelentette nagy hallgatottságú műsorban, hogy hát. Trianon nem olyan nagy tragédia, mert végső soron az történt, hogy leválasztották Magyarországról a gyengén fejlett területeket, térségeket, mint például a Székelyföld vagy Felvidék, és akkor a magyar államnak nem kellett arra pénzt költenie, hogy ezeket a területeket felzárkóztassa. Tessék. Tudom, de, ez a Magyar Tudományos Akadémia, de azért, de azért még azokon a tájakon is, ahol az ember azt hinné, hogy, hogy a harc áll Trionon ellen, hogy egy példát említsek, Dorai Miklós is a 2020-ban feltett a saját honlapjára egy nagy interjút, egy vele készült nagy interjút, amelyikben kifejti, hogy Hát Trianon az nem egy célzottan magyar ellenes cselekmény volt, hát ez így esett, elvesztettük az első világháborút, aztán ez lett belőle. Hát nem. Hát nem. nem. Nem, vesztettük el, katonailag nem vesztettük el az első világháborút. Katonailag semmiképpen, hiszen nagy 1918. november 3-án a Páduai fegyverszünet aláírásakor a magyar királyság, amelyiknek világos határai voltak az osztrák-magyar monarchia keretén belül is, tehát a magyar király és a magyar királyság az egy önálló egység volt az osztrák-magyar monarchiában, világos határokkal körülrajzolva, és külön alkotmányjal, külön alkotmánnyal. Elvégre ugye meg kell jegyezni, hogy Ausztriának alkotmánya se volt, Miközben nekünk 1222 óta az Aranybullával van alkotmányunk, és alkotmány erejű törvényünk akár a vérszerződés óta van. Hát, aközben Ausztria arra felfogadott el alkotmányt, hogy létrejött a monarchia, és tarthatatlan állapot volt az, hogy a monarchia egyik részének alkotmánya van, és törvényei vannak, amelyek a királyt is bizonyos kordába szorítják. A másik résznek, ráadásul a fontosabbik résznek, ahol a fővárosa is van a monarchiának, annak pedig semmiféle alkotmánya nincs, hanem a király vagy a császár kényekedve szerint rendeletekkel kormányoz. Kényekedve szerint rendeleteket. A magyar nép, a magyar ős nép a magasok évezredes tapasztalatával ezt el tudta hárítani, ki tudta védeni. És tehát fontos tudni, hogy ennek az oszták magyar monarchiának Jól lehet a megcsúszamlását maga az osztrák császár, magyar király idézte elő azzal, hogy 1918. október derekán felszólította a monarchiában élő népeket, hogy hozzák létre a maguk nemzeti tanácsukat, és hogy próbálják a saját nemzeti létük felé lépéseket tenni. Ez semmiképpen sem vonatkozhatott a magyar királyságban élő népekre, hiszen a, a magyar király és a magyar királyság az egy másik törvényalkotó volt, ilyen súlyú kérdésben semmiképpen sem lehetett volna e, császári rendelettel intézkedni. Persze ugye a, a, a nagyhatalmak szándékának megfelelően e, ez a magyar királyságon belül is elvezetett oda, hogy a különböző itt élő népek e, mégiscsak léptek a saját nemzeti tanácsuk létrehozása irányába, és így hát előkészítették a talajt, annak a következő másfél esztendőnek, hiszen még Trianontól elválaszt minket bő másfélesztendő, 1918. november 1-től 1920. június 4-ig, de ezt a másfél esztendőt arra használták ki, hogy a NATO jelesül Franciaország, elsősorban Franciaországnak a hat-hatós segítségével, de Olaszország is benne volt. Ebben hát egy hadüzenet nélküli háborút folytattak Magyarország ellen, tetézte ezt egy hazáruló magyar kormány, amelyik letette a fegyvert, leszerelte a hadsereget, 800 ezer háborút viselt magyar katonát szélnek eresztett, megalázta őket, és akkor védtelenül Kellett ezt fogadni. Hogy mi mehetett végbe, gondoljunk bele, hogy 1919. április 19-én, ami akkor Húsvét-szombatjár, Nagy-szombatra esett. Köröstárkányban, itt a belényesi medencében a bevonuló reguláris román hadsereg, amelyiknek ugye Avasalföld és Moldovából, Moldvából álló Kifli Románia királya volt a főparancsnoka. Ez már odáig jutott, hogy megszegve mindenféle egyezkedést, amit a Károlyi kormány 18. november 13-án Belgrádban egy katonai egyezménye aláírásával ugyan kikötött, hogy tudom is én a Maros vonala, Igen. a Maros déli vonala az egy demarkációs vonal lehetne, és odáig akadálytalanul bevonulhatnak na, az ellenséges csapatok, akadálytalan és feltartóztatás nélkül. Ezeket semmibe vették, és már rég túl voltak na, a, a Szamoson és Kolozsváron is, és a Pannon síkságra néző Belényesi medencében, ugye lerohanják Körös Tárkányt, vérfürdőt rendeznek a polgári lakosság körében, száz embert halomra gyilkolnak egy nap alatt, vagy három nap alatt, ameddig tartott ez a mészállás. És most kérem megfogózni, az anyakönyveket, a magyar királyság anyakönyveit, hiszen akkor még, még egy évre vagyunk a trianoni békétől. Ezek a megszálló, gyilkos, gyilkoló Román katonaság és mindenféle felfegyverzett népesség, az anyakönyvbe már a románul vezetik be a meggyilkoltak nevét, mert ugye az anyakönyvbe be kellett vezetni mindazoknak a nevét, és ezeket már akkor a Magyar Királyság, ezer éves Magyar Királyságnak a területén, egy szintiszta magyar faluban, székely faluban ráadásul, mint amint ma már azt tudjuk, tehát ott akkor 1919. április 19 ét követő héten románul vezetik fel a meggyilkoltak nevét. Még a keresztnevüket is átírják, román keresztneveket adnak nekik, és a Lászlót, Vaszílenek, meg tudom is én, a Miklós Nikoláénak, és hasonlóképpen vezetik fel őket. Tehát ez mutatja, hogy micsoda a készültség volt. Mert ha ez nem tudatosan eltervezett, négy-öt négy, évtizeden keresztül, lényegében a monarchia létrejöttétől kezdve, ha ez nem tudatosan és módszeresen eltervezett magyar ellenes nemzetgyilkossági kísérlet volna, a magyar nemzet és országa elleni gyilkossági kísérlet volna, akkor ez nem következhetett volna be, mert csak így gyilkolászó szabad csapatoknak honnan jutna eszébe, hogy a magyar anyakénybe egyáltalán fel tudják ütni, és tudják, hogy melyik rovatba kell, mit kelljen beírni. Hát erről nem nagyon értekezik a mai magyar valóság. De ezeket nem felejthetjük el. Ezeket ébren kell tartani, ezeket az emlékeket, és ezért is jó, hogy a Világszövetség és az Országos Trianon Társaság is elkötelezett ebben az ügyben, de én azt gondolom, hogy egyre többeken kell, hogy ezt megértsük. Mit is próbálunk akkor ma 2022-ben és innen tovább ez ellen tenni? És akkor csak gyors felsorolásban és rövid részletezéssel elmondanám, hogy a népszavazást kezdeményeztünk annak érdekében, hogy, hogy pontosan látva azt, hogy a ma élő magyar nemzedék tudatában mennyire nincs a helyén Trianon, és hogy milyen szintű megszólalások hangozhatnak el, Trianon súlyának a kisebbítésére, tragédiájának a letagadására, elhazudására. Arra gondoltunk, hogy a, a magyar, a magyar büntetőtörvény könyv tiltja az emberiség ellen elkövetett súlyos büntényeknek a tagadását. Ugyan erről lehet vitatkozni, hogy a történelmi igazságot azt törvényereivel, büntető törvényereivel szabad-e és kell-e kikényszeríteni, de ezen túl vagyunk, a Magyar Országgyűlés és számos országnak a törvényhozói túltették magukat. Ez elsősorban a holokauszt Igen. tragédiájának a tagadása ügyében, de a magyar törvényhozás úgy döntött, hogy a kommunizmus bűneit és a nemzeti szocializmus bűneit nem szabad tagadni, és nem szabad kisebbíteni. És aki tagadná ezeknek a népírtó jellegét, emberisége és emberiesség elleni bűntett bűncselekmény voltukat, vagy kisebbítené azt, az bűncselekményt követ el, ami Magyarországon három évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő. Hát a magyarság életében Trianon legalább akkor a pusztítást végzett, és végez napjainkig, mint az említett kommunizmus és a nemzeti szocializmus. Tehát indokoltnak találjuk ebbe a laza felsorolásba, hogy a kommunizmus és a nemzeti szocializmus bűnei mellé bevegyük, valamint a trianoni népírtás révén elkövetett emberiség elleni bűncselekményeket. Tehát öt szó betoldásával a büntető törvénykönyv 333. paragrafusába lényegében meg lehetne teremteni az alap előfeltételét annak, hogy a magyar társadalomban és a közbeszédben megszűnjön a Trianon e, lazavoltáról való, vagy egyszerűen annak a mellőzéséről való közbeszéd. És láss csodát, amikor azt hittük, hogy na ez aztán ez az a kérdés, ami ellen kifogást nem lehet emelni, hiszen nem függ külföldi hatalmaktól, nem függ a kisantantországokkal, nem ütközik nemzetközi szerződésbe. Nem merül fel az, hogy nem tudja az országgyűlés, hogy pontosan mit is kéne tennie egy győztes népszavazás eredményeként, hiszen szó szerint leírtuk a kérdésben is azt az öt szót, amit be kéne oldani a meglévő 333. paragrafusban. Tehát semmiféle, semmiféle olyan kitételben nem ütközik, amelyet a népszavazási törvény, illetve az alaptörvény tiltana. És hát lássadát! mégis megtalálta a Nemzeti Választási Bizottsága kifogást, mert azt mondja, hogy hát nem világos, hogy amennyiben a törvényhozó meghozná ezt a törvényt és elfogadná, hogy akkor milyen népírtó cselekményekre, mely időszakra vonatkozik az. Jaj, jaj. Mint hogyha a kommunizmus, amelyiket így elintéznek, hogy a kommunizmus bűnei, mint hogyha az egy év alatt következett volna be, nem 45 év alatt. Mint hogyha a nácizmus bűnei egy esztendő alatt és egyetlen cselekménnyel Igen. következtek volna be, nem pedig másfél évtized alatt. Ugye ebben az esetben elbizonytalanulik a magyar törvényhozó, mert nem tudja és vélelmezi, hogy vélelmezi, hogy a nép sem tudja, a népszavazó nép, és még kevésbé az országgyűlés, amelyik, és még kevésbé a bírói kar, amelyik majd kell működtesse azt a törvényt, hogy melyik események azok, amelyek uh, ugye mitől tilos uh, trianon, a trianon népírtást tagadni. Tehát ez is arra ösztökél minket, hogy minden nap trianonról kell beszélni, Innen a Trianon Társaságnak az az elhatározása, hogy egy olyan e, világhálón működő rovat is induljon egy mindennapi Trianon. Ezt a Magyarok Világszövetségével karöltve szándékszünk művelni. Már beindult a Szövetkezet TV, ahogy a Nexus TV e, jó voltából és segítségével, segítségével a, a segítségével. digitális Trianon, múzeum elképzelése Drávik Jánosnak, amelyet már legalább négy-öt éve hirdett, hogy meg kéne teremteni. A, a világhálós térben is a Trianon minden részletének a, a bemutatását, és akkor rátérnék ugye arra, hogy nagyon lényeges, hogy elkezdtük kiadni világnyelveken a Trianont. Igen. Vajta Dénes szerkesztésében és számos uh, magyar szerzőnek a közreműködésével a uh, közöttük Drábik János, közöttük uh, Rafai uh, Ernő, aki előszót írt hozzá, közöttük Zétény Zsolt, közöttük Kocsis István és a nemzetközi térből más jelentős személyek, mint például Lord Razimér, aki megírta azt a híres cikkét Magyarország helye a nap alatt, Hungary's Place in the Sun, vagy további elemzések révén, amelyek Trianon ügyét így száz év távlatából bemutatják, mi kiadtunk egy könyvet, ered, első ízben német, németül jelent meg, most van nyomdában a francia nyelvű változat, és bízunk benne, hogy egy-két hónapon belül meg lesz az angol is. A Világszövetség elnöksége pedig döntött arról, hogy még az idén, 2022-ben magyarul is, Horribiliditú magyarul is kiadjuk ezt a soha nem volt összeállítást ilyen arra, sőt, lengyelre is lefordítanánk, és majd folytatjuk célzottan, célzottan ö, olyan nyelvekre való lefordítását, amelyeket ö, százmilliós tömegek ö, beszélnek. Tehát erre mindenképpen fel kell hívnunk a a magyar nagyközönség figyelmét, hiszen itt a népi diplomáciának széles tere nyílik, mindenkinek van valamely nem magyar ismerőse, elég nagy számú, sőt az Európai Unióban igen jelentős, most már milliós nagy számú, lélekszámú a Magyarországon kívül élők lélekszáma, tehát mindenki bekapcsolódhat ezeknek a könyveknek a terjesztésébe ismerősről ismerősre, hogy a nemzetközi döntéshozókat is tájékoztassuk uh, Trianon voltáról. Ezért a címe az, hogy Trianon nemzetgyilkossági kísérlet. Trianon egy nemzetgyilkossági kísérlet, hogy már rajtból a kötet címéből is ez kiderüljön. És akkor megemlíteném mindenképpen még a, a, a azt a tervünket, aminek ez a az ukrajnai háború most azért teljes mértékben keresztbe tett, de igen előre haladott állapotban voltak a készülődéseink arra, hogy idéntől kezdve évről évre megrendezzük a Trianon, a, a, a Juhos Gábor nevét viselő Trianon maratont. Történt ugyanis, hogy Júhos Gábor, aki már évtizedek óta jeles futó teljesítménnyel köszönt vagy emel ki a magyar nemzet élete szempontjából jelentős dolgokat, például másodmagával még 89-ben elgyalogolt Budapestről Párizsba, hogy a Ceausescu-i falu rombolás ellen ekként tiltakozzanak, aztán később Székelyföldet körbefutotta a székely autonómiának a kihangzózásáért. A reformáció 500. évében Eh, elszaladt Wittenbergtől eh, Budapestig, eh, aztán a Magyarok Világszövetsége alapításának 80. évfordulója alkalmából a Vereckei Hágótól ópuszta -Szerik, és végül 2020-ban elhatározta, hogy egyedül körbefutja Csonka Magyarország határát, ami több mint 2000 kilométer, és 40 nap alatt teljesítette ezt, ami azt jelenti, hogy minden nap legalább egy maratonnyi távot futott, szünnap nélkül, 40 nap alatt, tehát a 42 és fél kilométert mindig megfutotta, de volt olyan nap, hogy 50-60 kilométert alatt. Úgyhogy Sopronból indulva a déli határ mentén, és így az óra mutatóval ellentétes irányban haladva, 40 nap alatt teljesítette ezt a feladatot. Mi kísértük őt gépkocsival, és megpróbáltunk szervezési segítséget adni ehhez, de ez akkor is egy hallatlan és páratlan hazafias és sportemberi teljesítmény. Ez szülte azt az elhatározást, hogy ezen a 40 szakaszon, amit ő ténylegesen befutott. Pontosan ezen a földútakon, itt ott ott a határ közelében, a Csonka haza határának közelében, minden év június 4-én rendezzünk 40 darab maratonfutást egyidejüleg, és aztán október 23-án egy országos döntőt azok számára, akik ezeket az egyedi maratonokat a legjobban teljesítették. Az idén úgy terveztük, hogy öt szakaszon próbáljuk meg egyidejűleg lebonyolítani, hogy a szükséges szervezési tapasztalatot begyűjtsük ahhoz, hogy a társadalomban egyáltalán az érdeklődést ez iránt felkeltsük. De hát ennek oly mértékben tett keresztbe az ukrajnai háború, hogy teljesen alkalmatlanná vált. Lehet, hogyha adódnak ennek kedvező feltételei, a legbátrabb város, balassa gyarmati befutóval, mégiscsak egyet, egy ilyen futást az idén megrendezünk, de feltett szándékunk, hogy amennyiben nem lesz világháború, és amennyiben az emberiség nem lovalja magát bele ebbe a, a végidők felé mutató tragédiába, akkor jövőben mindenképpen megtartjuk azt az öt vagy annál több szakaszon ezt a futást amivel aztán az ifjúságot is, és a társadalmat széles körülön, megmozgatóan ráirányítjuk a figyelmet évről évre eh, a Trianonra, olyannyira, hogy a magyarság egy-két évtizeden belül ténylegesen eh, ennek az ismeretétől át, áthatva fel tudja venni Trianon ellen a harcot a győzelem esélyével. Nagyon szépen köszönöm ezt az alapos és részletes beszámolót. Nagyon sok információt, nagyon sok új információt tudtunk meg, nagyon sok új jelen volt. Mi mindenképpen ebben a, a legutóbb említett maratonszervezésben a magunk képességeivel segíteni fogunk ebben is, ahogy tudunk, tesszük a dolgunkat. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy. Itt voltál velünk, a nézőknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nézzék továbbra is a Nexus TV-t. Viszontlátásra. Köszönöm szépen én is, azzal búcsúzom, hogy Veszent Rianon, és emlékeztetek arra, hogy minden csütörtökön délután 6 órától a Magyarok Világszövetségénél vetítjük a Trianon filmet. A száz évvel Trianon után. Mindenkit szeretettel várom.